Hát sziasztok! Újra itt vagyunk, némi kihagyás után és néhány zárt körű webinárium után. Sok szeretettel köszöntünk itt titeket. Mellettem Sági Sándor, az Sziasztok! elkereskedelmi vezetője a Douglasnak. Mindjárt bemutatom részletesebben, és én Dundel Krisztián vagyok, a Grow Digital ügyvezetője. Ma a Douglas sikersztorián keresztül térünk vissza hozzátok, és a következő egy órában mindent, amit az üzleti titkok felnemtárása mellett minél mélyebb dolgot lehet megismerni, azokat igyekszünk Sándor segítségével bemutatni, elmesélni nektek. Egy disclaimer itt az elején, hogy a Douglas magyar cége ugye ügyfele a Grow Digitalnek, tehát ne áruljunk zsákba mocskát, hogy ne legyen félreérthető ebből a szempontból, és ennek megfelelően ugye mi is belelátunk, úgyhogy úgy készültünk egy olyan közös előadással, illetve Sándor által hozott szlájdokkal, amelyeken keresztül úgy megismerhetitek, hogy hogy gondolkodik a Douglas erről a világról, és hogy milyen sikereket, eredményeket értek el az elmúlt években. A mai nap is, akik már ugye korábbi webináriumokról ismerik a megoldásainkat, úgy néz ki, hogy körülbelül egy órás lesz. Végén a kérdések, válaszok függvényében fogjuk tudni lezárni, vagy ha sok kérdés annak egy picikét túlnyúlni a 15 órás kezdésen. Közben köszönjük itt a beköszönéseket, ezek szerint érkeztek, ilyenkor mindig várunk ugye egy-két percet, és bízom benne, hogy hallotok is minket, hiszen akkor már valaki biztosan írt volna, hogy gond van esetleg a hanggal. Itt egy új hangtechnikát próbálunk ebben a mai webináriumban. És akkor addig, amíg mindenki megérkezik, szeretném nektek Sándort egy picit bemutatni. Most kicsit kényelmetlen, hogy a kamerába kell nézni, és én azon keresztül látom csak, de szia Sanyi! Szia! Pillanatra, és akkor egy kis hangulatkeltés is belefér talán. Sándort egyébként köszönjük a visszaigazolást a hanggal kapcsolatban. Sándor 2 éve a Douglas e-kereskedelmi vezetője, és a Douglas magyar webáruház az jóval régebb óta üzemel, és már is felfedek félig egy titkot, hogy én már a 3. doménen, ha jól emlékszem, ha jól hallottam, de erre ki fogunk térni, igen, ugye? Ki fogunk térni a menet közben. Lesz róla még szó. Szuper. És hát Sándor meg régi motoros ebben a szakmában, a Douglas előtt saját webáruházat épített, illetve rengeteg informatikai rendszert telepített hazai és nemzetközi vizeken, és hát valahogy a Douglas elcsábította őt, jól gondolom? Sikerült. És hát egy high seasonben vagyunk, tehát hogy egy olyan pillanatban, amikor Black Friday után egy webáruházat vezetni nem csak annyit jelent, hogy itt webináriumokat tartunk, hanem csomagoltok és kihívás is. Igen. Kihívás is itt lenni ebben az időszakban, be kell, hogy valljam. Igen, jó időpontot találtunk. Abszolút. Jó, mi is kíváncsiak vagyunk rátok, lenne egy kérdésünk, és annak megfelelően igazítanánk a mai tartalomnak a felépítését, ilyen szóhasználatban és súlyokban. Legyetek kedvesek, kérlek válaszolni arra, hogy milyen oldalt képviseltek, honnan jöttetek, netán most induló kis webáruházat képviselve, vagy már egy nagyobb webáruházat képviselve, itt ugye a sok százmilliótól fölfelé, marketing ügynökséget, vagy szabadúszóként, freelancerként, vagy semmelyik helyre nem sorolhatóan képviselitek itt a webináriumon jelenlétetekkel. És akkor várunk ilyenkor mindig egy picit, amíg gyűlnek a szavazatok, és... Végig sorsolunk. Mit tudsz felajánlani? Könnyen zavarba tudlak hozni téli adásban, ezt nem beszélni. Rengeteg nagyon jó kuponkódunk van. Ja, hát még a végén napközben kitalálunk egyet az előadás alatt. Jó, úgy tűnik, hogy a válaszaink belassultak, megérkeztek. Itt lehet látni, hogy a közönség szűk fele, kicsit kevesebb, mint fele közvetlenül webáruházat képvisel, és egyébként van egy viszonylag egyenletes eloszlása összes többi területen. Akkor ennek megfelelően igyekszünk majd így szóhasználatban, illetve az előadás súlyában. Nyilván lehet kérdezni, és a kérdéseket írhatjátok menet közben is, de a végén, ahogy szoktuk, lesz egy Q&A session, és ott blokkosítva igyekszünk majd megválaszolni, kivéve, ha éppen észreveszünk valamit menet közben, amit esetleg gyorsan meg lehet, de azért a végén igyekszünk. Jó, és akkor igazániból bele is kezdhetnénk. Én olyan értem, átadnám neked a szót, hogy maradok itt ilyen kicsit beszélgetni, kicsit én is kérdezni, de rendben.
ugye, amit előkészítettünk előadást, akkor ahhoz sok szerencsét kívánok, és köszi ezúton is, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a bemutatást. Sziasztok, még egyszer, Sági Sándor vagyok. Elkereskedelmi témában fogok nektek most beszélni, arról, hogy hogyan is üzemeltetünk egy ilyen nagy webáruházat, illetve abból a szempontból szerencsés a helyzet, hogy nekem van arra is rálátásom, hogy kicsiként nulláról hogyan kell úgy felépíteni egy webáruházat, viszonylag kis profitból, nem profitból, kis üzemeltetési költségből, hogy minél inkább tudjuk maximalizálni a profitot. És ezeket a tudásokat abszolút tudtam kamatoztatni itt a Douglas üzemeltetése során is. Amiről szeretnék nektek leginkább beszélni, hogy milyen ugye performance csatornákat használunk a magánál a Douglasnál, meg mit is jelent az, hogy performance csatorna. Ahány webáruház tulajdonos, vagy ahány marketinges megkérdeznénk egyébként, hogy a performance marketing számára mit jelent, meg vagyok róla győző, hogy mindenki másképp fogalmazná ezt meg. Én azt mondanám, hogy az a fajta csatorna, amelyik pénzt hoz, és mérhető. A performance csatornánál egyik lényeges szempont, hanem a legfontosabb, hogy tudjuk mérni az egyes csatornákat, és a hozzá kapcsolódó adatok alapján következtetéseket tudjunk levonni, majd ebből a potméterek tekergetésével tudjuk optimalizálni az egyes csatornákon keresztül bejövő forgalmat, nyereséget és profitot. Csatornáknál, bármilyen furcsa, nagy cégnél ez egy nagyon fontos dolog, kis cégnél ezt annyira nem tekintettem fontos dolognak, de az, hogy terv szerint kell élni a napjainkat, előre meg kell terveznünk a promóciókat, ezeket mi lebontjuk havi részletességgel, és a havi hónapokat pedig napokra, de annyira előre, hogy nekem egy évre előre megvan például az, hogy melyik hónapban milyen bevételt fogunk generálni a webáruházzal, fél évre előre megvannak, hogy melyik nap milyen promóciók lesznek, úgyhogy ezeket nagyon tervszerűen csináljuk, és ezt szerint megyünk végig egyébként a webáruházba, illetve hogy a team működésetek is e szerint van leosztva, és a kedves alkalmazottakat is e szerint terheljük le, pláne egy ilyen nagyobb kampánynál. Uh-huh. Mikor terveztek egyébként? Január-december? Nem, nekünk a pénzügyi évünk az úgy van, hogy októberrel kezdődik, és szeptember végével ér véget, tehát nekünk a pénzügyi év az október 1-jel kezdődik, és akkor onnantól kezdve van egy évvel előre megtervezve. Viszont a beszállítókkal és partnerekkel majdnem mindenki decemberrel zárja az évet, tehát velük a különböző marketing kampányokat, meg aktivitásokat, azokat január elején egyeztetjük le, és fél évre előre. Világos. És egyébként a magyar tervezés, magyar lehetőségekkel, vagy Németországból, vagy anyavállalattól, tehát hogy mekkora szabad kezetek, mennyire mondja meg az anyavállalat, hogy milyen terveket várnak el, tehát hogy hol dől el? A forgalmi terv az mi határozzuk meg, és kint hagyják jóvá. Az, hogy milyen marketing aktivitások lesznek, és maga a megvalósítási rész, hogy ez hogyan történik, az pedig idehaza. Úgyhogy ebből a szempontból abszolút szabad kezünk van, és azt csinálunk, amit akarunk. Világos. Oké. Okay. Csatornák. Így van. Szóval nagyon fontos az egyes csatornáknál a tervezés, illetve az, hogy az egyes csatornákhoz különböző célokat tudjunk meghatározni, elérendő célokat. Ez mind forgalomban, mind bevételben, mind pedig elérésben. Emellett még szintén nagyon fontos, hogy kövessük a versenytársakat, hiszen ahhoz, hogy egy megfelelő kampányt fel tudjunk építeni, tudnunk kell, hogy az adott pillanatban a versenytársak mikor és mit csinálnak, milyen aktivitásuk van, hiszen ugyanarra az időszakra felépíteni egy ugyanilyen kampányt, most egy Black Friday nem, mert ez általános, meg egy karácsony is, de ha egytől eltérő promóciót szeretnénk, és mondjuk az adott konkurencia ugyanabban az időszakban kijön egy ugyanolyan promóval, annak van egy ilyen kicsi desszert íze. Az nem túl szerencsés. De visszatérve a performance csatornákra, ezt egyébként a SimilarWeb oldalról másoltam ki, ami nagyjából egy jó képet ad arról, meg tudjátok nézni az összes webáruházat, ha rákerestek, melyik webáruháznak honnan, milyen látogatói összetétele van, és hogy honnan jönnek ezek a látogatók.
Douglas oldalát látjátok, hogy viszonylag két nagy rubrikánk van, az egyik a direkt forgalom, ez azt jelenti, hogy viszonylag nagy és erős a brand hatás, a brand név. Tehát sok olyan felhasználó van, aki direktben beírja a keresőbe a Douglasnak a márkanevét. A másik pedig a search típus. A search itt magába foglalja egyébként a hirdetéseket is, illetve az organikus SEO forgalmat is. Tehát ugye ezt ketté lehet bontani nyugodtan fele-fele, ennek a keresésnek a fele körülbelül organikus, a másik pedig fizetett hirdetésben jön. És emellett még számos más csatornákon keresztül is jönnek hozzánk vásárlók. Ilyenek például ugye különböző social platformok, egy Instagram, egy Facebook, vagy egy újonnan indult TikTok csatornánk például. Rendszeresen küldünk ki hírlevelet a vásárlóink felé. Aktívan használjuk a displayeket, a diszképampányokat, és ez egész jól működnek. Bár ez elég nagy leterhelés szokott nálatok okozni, mert ahányfajta szolgáltató van, annyifajta képen és méretben kell különböző hirdetési felületekre ezeket a display kampányokat, a képeket elkészíteni, úgyhogy ebből a szempontból ez valamilyen szinten szerintem nehézség számotokra. A referál típus, abban szerintem beletartoznak a különböző affiliate partnerek, mert hogy az Amazon csatornán is nem régen indultunk, illetve az ár összehasonlító oldalak is ezeken a referál típusnál vannak feltüntetve ezen az oldalon. Magas a direkt forgalmatok, legalábbis ez szerint a kimutatás szerint, ugye ennek, ha jól tudom, van valami oka. Azon kívül sokan ismerik a Douglas márka nevet. Nem elegen, sajnos, de rajta vagyunk, hogy minél inkább ismert legyen a márka, és minél úgymond maga a brand az tényleg erős legyen. Tudni kell róla, hogy a Douglas, mint márkanév, az egy viszonylag erős és nagy márka. Az emberek fejében ez egy premium szegmens, premium termékekkel van egybemosva. És ebből a szempontból márka kommunikációt folytatni nem a legegyszerűbb dolog, hiszen nagyon oda kell figyelni, hogy mit és hogy kommunikálunk. Nem feltétlenül tudunk belemenni nagyon megosztó témákba, nem feltétlenül tudunk kipróbálni őrül dolgokat a marketingbe, mert figyelnünk kell arra, hogy a márka, mint olyan, az ne sérüljön. Illetve nekünk a márka kommunikáció nemzetközi szinten, a többi országgal egybevéve az egységes. Nagyjából egységes felülettel szoktunk megjelenni az azonos időszakokba, és a ilyen jellegű kommunikációnk is egységes szokott lenni. Egy kis webáruház ebből a szempontból jobb helyzetben van egyébként, mert ők megtehetik azt, hogy kipróbáljanak egészen őrült dolgokat, vagy belemenjenek különböző ilyen olyan fajta megjelenésekbe, amit egy nagy cég nem biztos, hogy megtehet magának. Valószínűleg egyébként 100-ból 99 ez nem fog bejönni, de lehet az egy-két webáruház, ahol ez nagyon nagyot tud szólni, vagy egy különleges helyre pozícionált megjelenés, vagy egy olyan témával való kemény beleállás, amit fel tudnak utána kapni az emberek, és szájhegyumán útján tud terjedni. Tehát magán a brandben egyébként dolgozunk, nem csak a performance csatornákon, illetve a budgetünk is úgy van felépítve, hogy a budget egy része az kifejezetten a hosszú távú brand típusú tartalmakat, hogy részesítjük előnybe, hiszen azért jó, hogyha van egy erős márka neved, mert rákeresnek az emberek a cég nevedre, a domain nevedre, de egyébként a keresőben meg is tudjátok azt nézni, hogy az a kulcson, ami a nektek a webáruház neve, arra hányan keresnek, és ezt mondjuk heti szinten mi is nézzük, hogy a Douglas márkanévre milyen keresés érkezett. Vagy nekem például be van állítva a Google, hogyha bárki az országban ír egy cikket, amiben szerepel az a szó, hogy Douglas, akkor mi arról kapok egy levelet. De Google-nek ez is egy szolgáltatása, amit be lehet állítani. Akkor kapsz a Michael Douglasról is, jó? Szoktam, egyébként szoktam, igen. Vagy Kirk Douglas bármit csinál, akkor arra is jön egy ez egy picit azért is veszem el így az élét a dolognak, mert ugye említetted a direkt forgalomnál, hogy a márkanévvel kapcsolatban e tekintetben is sokat foglalkoztatok, ugye nem douglas.hu márkanévvel, vagy doménnév alatt indítottátok el a webáruházat. Szabad erről mesélni, hogy... Szabad. Az idén volt egyébként doményváltásunk legutoljára.
douglasshop.hu-ról váltottunk douglas.hu-ra, uh-huh. És korábban a douglas.hu-n egyébként azt hiszem Kirk Douglasnek egy rajongói oldala volt, tehát kevésbé... Európa szerte ismert. Kevésbé releváns tartalom volt ebből a uh-huh. szempontból, és doményváltáson viszonylag hosszabb időt dolgoztunk egyébként, uh-huh. egy komplett csapat dolgozott azon, hogy maga a doményváltás az tényleg sikeresen uh-huh. menjen végbe, és a lehető legkevesebb negatív impact legyen Google szempontjából. Mm. Maga, ha technikailag bele akarok menni, szerveren ugye nem változott semmi, ugyanaz a szerver, ugyanaz a tartalom, a új domaint azt behoztuk ugyanahoz a szolgáltatóhoz, még, tehát a szolgáltató is egyezzen, hogy se legyen különbség. A régi domaint meghagytuk, az új futott párhuzamosan vagy 3 hónapig, és utána csináltunk egy cserét, mm. valamint 301 átirányítással az összes URL-t átirányítottuk a régiről az új uh-huh. címre. Most papírforma szerint egyébként semmilyen visszaesés nem kellett volna, hogy tapasztaljunk. Uh-huh. Hát ehhez képest egy felezőt sikerült nyomni uh-huh. a Google-be. Mennyi időre? Hát ez ilyen 6-8 hónap volt, mire uh-huh. visszajöttünk arra a szintre, ahonnan indultunk. Most már felette vagyunk, hál' Istennek. Uh-huh. De hogy, hát én ezt két dolognak tudom be. Az egyik az, hogy maga a domain név az korábban nem releváns tartalmat tartalmazott, tehát ebből a szempontból a domainnek nem volt úgymond semmi ereje. Illetve a másik dolog, hogy azok a linkek, amik korábban az oldalra voltak építve, ez mondjuk SEO szempontból fontos, ugye egy linképítés egy elég meghatározó része a SEO-nak, tehát a linkek a régi domain névre voltak építve, és ugye minden állat irányítva 301-jel, viszont ezek szerint a linkerőnek egy része az nem adódik át teljes egészében az új felületre. Uh-huh. Szépen lassan egyébként visszaépült az oldal, meg ezzel párhuzamosan dolgoztunk nagyon sokat tényleg a SEO-n és linképítésen, uh-huh. de hogy volt egy fél év, mire elértük ugyanazt a szintet, ahonnan indultunk. Világos és tanulságos. Illetve hát később nem hiszem, hogy már lesz időnk visszatérni, úgyhogy talán itt lenne még érdemes egy percet mesélni arról, hogy miért Douglas, miért nem Douglas, meg nem tudom még hányféleképpen mondják, biztos hallottál sokféle színes kiejtést. Miért Douglas? Igen, hát azért Douglas, mert hogy ez egy német cég. 111 évvel ezelőtt alapították Németországban a céget. És ugye a családnévből jött. Német kiejtés Douglas, és ezért nem Douglas a uh-huh. cégnek a neve. Magyarországon a Douglas egyébként pedig most ünnepelte a 20. évfordulóját, úgyhogy áprilisban voltunk 20 Rátom évesek. Állunk. Nemzetközi szinten meg 111, az is egy szép szám. Gyönyörű. Oké, márkanév. Ezt gyakorlatilag kiveséztük. Menjünk tovább. Még itt, amit el szeretnék Igen? mondani, hogy amit ki is emeltem, hogy van 3 olyan hasznos alkalmazás, amit webáruház tulajdonosoknak érdemes használni, bár mind a 3 fizetős. Azt hiszem az Ahrefnek bizonyos funkciói egyébként egy regisztráció után ingyen elérhetőek, vagy nem, az a szemres. Az Ahrefet azt hiszem, hogy $7 lehet 7 napig kipróbálni. De ebből a szempontból jó, hogy tényleg adnak egy jó képet arról, meg tudod nézni a saját oldaladat, a konkurens oldaladat, sőt, ezek az analizáló programok megmutatják, hogy akkor ebbe a szektorba kik vannak még rajtad kívül, tehát ha nem ismered azt a szektort, amiben elindultál, akkor egy jó támponton tudnak adni ezek az alkalmazások, valamint tényleg segítenek abban, hogy hogyan építs linket, milyen kulcsszavakat használj, és mire is kell fókuszálni a webáruház szempontjából. Oké, és akkor itt lenne ugye egy újabb kérdésünk. A kérdésünk pedig az, hogy egy picit ilyen kulisszatitkokat feszegetünk, amennyire szabad. Szerinted mekkora a Douglas eddigi, ezt picit elírtuk, legnagyobb megvalósult rendelése? A válaszunk 4 és 500 000 forint közötti, B válaszunk 1,5 millió és 1,75 között, és a harmadik válaszunk 6 millió forint fölötti megrendelés. Tehát ez már befutott, megvalósult rendelés. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak válaszolni. Én is. És olyan jó lenne tudni, hogy ki volt az, de ezt ugye nem lehet elmondani. Ezért is kell egy picit elmaszkolni, hogy a pontos összegből ne lehessen visszafejteni, hát ha itt van az érintett. Úgy látom viszont, hogy elhúz a többihez képest az egyik válasz. Még nem mondom meg, hogy melyik. De úgy tűnik, hogy a helyes válasz
Jó. És még mindig érkezik be egy-kettő. Itt megállíthatjuk, úgy látom, belassult. Tehát a középső, az 1,5 és a 1,75 millió közötti a legtöbbet tippelt válasz, és ez így is van. Tehát ugye meg tudod erősíteni, hogy ez a legnagyobb rendelés. Ez így van. És bármilyen furcsa, ugye maga a Douglas, ugye három, alapvetően három kategóriájú termékekkel foglalkozunk, egyik a parfümök, utána vannak a különböző ápolási termékek és a smink termékek. Uh-huh. Ez a össztermék palettának lefedi körülbelül a 90%-át. Uh-huh. És rengeteg prémium és luxus termékünk van egyébként az oldalon. Úgyhogy maga ez a rendelés, hogy millió feletti rendelések érkeznek, ez azt mondanám, hogy minden hónapban előfordul. Tehát uh-huh. az átlagkosárunk is sokkal magasabb, mint a magyar elkereskedelmi átlagkosár. Uh-huh. Hát ebből a szempontból úgymond szerencsések vagyunk. Uh-huh. Viszonylag könnyű nálunk. Sok pénzt ott hagyni. Így van. Oké. Okay. Nők vagy férfiak válaszolom? Bocsánat a kérdésért, de ez annyira evidens kérdés ebben a pillanatban. Hát szerintem ez annyira egyértelmű. Én azt mondanám, hogy egyébként, ha barkácsáruházakat nem számolom, hogy a webáruházak többségében szerintem egyébként is nők vásárolnak, uh-huh. de erősíts meg, nem tudom, neked is van szerintem rálátásod arra, hogy milyen webáruházakba. Van, csak egy picit még azért maradnék itt, mert ugye ezt megbeszéltük a felkészülésből, hogy én a középkategóriás rendelők közé tartozom, de hogy említettél nekem olyan termékárakat, amiből talán egyet-egyet érdemes itt megemlíteni, hogy mennyire nem nehéz összerakni egy 1,5 millió fölötti kosárértéket. Nem a 20 ezer forintos parfümöket veszik nálatok nem, csak. Nem, abszolút nem. Bőrápolási termékekben kifejezetten vannak professzionális és luxus bőrápolási krémek, és ezeknek az árfekvések 2-400 ezer forint között van egy darab krémnek. Uh-huh. És ez hány 10 évre elég? Hát, ha jól emlékszem, egyébként csak az ilyen 50 vagy 75 millis, tehát hogy... Remek, oké. Okay. Ne akadjunk le ezen, mert még sok mindent akarunk elmondani, de azért elgondolkodtattunk. Térjünk vissza az előadáshoz. Nagyon sok mindent szeretnél még elmondani. Így van, ugye a performance csatornákról beszélgettünk, és ennek egyik eleme például, hogy hírleveleket küldünk ki uh-huh. felhasználóinknak. A hírlevél szempontjából, mi abból a szempontból, mint multi jó helyen vagyunk, hogy nekünk vannak üzleteink is, rengeteg üzlete. Ehhez tartozik ugye egy törzsvásárlói kártya. Tehát van nagyon erős törzsvásárlói bázisunk. És ezen kívül pedig még a webáruházon biztosítunk hírlevél feliratkozási lehetőséget az oldalra látogatóknak. Ezeket külön-külön adatbázisba gyűjtjük. Viszonylag sok hírlevelet küldünk ki, de ezeket a hírleveleket ugye szegmentálva, targetálva és így célozzuk meg a vásárlókat. Annak idején, amikor idejöttem a Douglashoz, elkezdtük mérni ezeknek a hírleveleknek a hatékonyságát, azt, hogy mennyi a megnyitási arány, és tényleg azt láttuk, hogy ahhoz képest, hogy mennyi hírlevél jön ki, az iparági átlag alatt voltunk megnyitásba. És valószínűleg ez annak volt köszönhető, ugye van például egy ilyen hírlevél teszteli vagy analizáló program, amit is írtam, ez a Mailtester, megnéztük magát az oldalt, vagyis a hírlevelet, amit kiküldtünk, és tényleg hemzsegett a hibáktól. Itt ilyen hibákra kell például gondolni, hogy hírlevélnél nem volt beállítva a megfelelő SPF-rekord, ugye ez a, ami a hírlevél uh-huh. hitelesítésért felelt, vagy ez a DKIM azonosítás is hiányzott. Nem használtunk szöveget hírlevélbe, hanem képként ment ki. És akkor ezeket a hibákat elkezdtük felszámolni, ugye át kellett alakítani úgy magát a hírlevél sablont, hogy legyen benne szöveges tartalom, és képes tartalom is. Képes tartalom megfelelően kitöltve a Google-nek, megfelelő hitelesítések beállítva. Ezek egyébként azért fontosak, mert ha jól tudom, a Google rendszer úgy működik, hogyha kimegy a hírlevél, ezek a részek nincsenek benne, vagy hiányoznak, vagy nem megfelelő a képszövegarány, annál nagyobb valószínűséggel fog a Google Spam mappájába landolni a levél. Illetve még akkor is oda landolhat a levél, hogyha nincs ez a megfelelő hitelesítés meg, hiszen a Google nem fogja beazonosítani azt, hogy valóban te voltál az, aki kiküldte ezt a levelet. Illetve még van egy harmadik faktor, ha nagyon sokan dobják a Spam mappába a már megkapott hírlevelet, akkor előbb-utóbb téged, mint rossz
levélküldőként fog azonosítani, és akkor így nagyobb valószínűséggel fog szintén a spambe menni a hírlevél. Tehát azért is volt fontos, hogy ezeken a változásokon vagy változtatásokon végigmenjünk. Hírlevet egyébként különböző tematikára szoktunk felépíteni. Egy ilyen tematika lehetnek ugye ezek a standard ünnepek, mint ami majd most nem sokára lesz karácsony, vagy egy húsvét, vagy egy anyák napja, de lehet egy kiemelt promóciós időszak, vagy egy adott promóció, mikor kitalálunk például, hogy egy adott héten adott brand van például akcióba. Az is nagyon fontos egy hírlevélnél, hogy legyen benne gomb, bármilyen fura, és ha van benne gomb, akkor kattintanak rá. Tehát, hogy kell a, tényleg kell a call to action, sokkal nagyobb lesz a hírlevél kattintási aránya, hogyha azt a gombot belerakjuk. És mielőtt kiküldenénk bármilyen hírlevelet, mi előszeretettel használjuk ezt a tesztelő programot, leteszteljük, és ha megfelelő pontszámot elérünk, csak utána küldjük ki. Mint így mondtam korábban, ugye szegmentáljuk a hírleveleket, tehát... Erről tudsz egy picit mesélni? Itt közben van egy olyan kérdés is, amit félszemmel látni, hogy a korábbi listát azt utólag szegmentáltátok-e, és ha igen, hogyan? A törzsvásárlói adatbázis az viszonylag könnyű szegmentálni, hiszen ott rendelkezésre áll a vásárlónak a teljes vásárlási életútja. Meg tudom nézni azt, hogy milyen időszakban, milyen terméket vásárolt, azok milyen kategóriába estek, adott márka névhez ragaszkodik, vagy szeret új márka neveket, vagy új márkákat kipróbálni, csak parfümöket, vagy csak bőrápolási terméket vásárol. És akkor így tudok szegmentáltan kiküldeni például, hogy adott brandet akciózunk adott héten, akkor annak a vásárlónak az egy releváns tartalom, és ha nem vásárol terméket, akkor kevésbé. Tudom azt, hogy hány éves, tudom, hogy hogy hívják, így meg tudom nevezni őt a hírlevélbe, és ugye vannak olyan termékek is, amik adott korosztálynak szólnak, fiatalabb korosztálynak, vannak olyan termékek, amik inkább idősebb korosztálynak szólnak, ez szerint is tudom szegmentálni a különböző hírleveleket. Világos. Okay. És a gombokat, az, hogy legyen-e vagy ne legyen, ugye 2021-ben én már azt gondoltam volna, hogy ez így alap, ugye úgy látom, hogy fel kellett fedezni ezt, de... Szerintem mi küldtünk másfél-két évvel ezelőtt úgy hírleveleket, hogy abszolút nem volt benne gomb. Értem. És ha van, akkor annak a szövegezésére figyeltek, vagy teszteltetek, hogy felszólító jellegű, call to action jellegű, vagy egyszer leírás, vagy egyes számmel szűszemében, vagy semlegesebben fogalmazva? Hát korábban nálunk az volt, hogy nagyon sok, mi magáztuk eredetileg a felhasználóinkat. Elkezdtem áttérni a tegezőre, a tegező viszonyra. Minden kommunikáció most már tegező módban megy ki, meg a weboldalon is, talán még lehet találni egy-két magázó részt, de inkább tegező viszonyban vagyunk a felhasználókkal. És egyébként igen, tehát hogyha felszólító módban odarakom a felkiáltójárat, hogy kattints, nézd meg, vagy csak egy eszem első szemény fogalmazok, hogy megnézem, megvásárolom, akkor sokkal jobban tud a felhasználó azonosulni vele, és szívesebben kattint arra a gombra. Igen, hát mi is ezt tapasztaltuk, máshogy pont ezért kérdeztem, hogy a saját tapasztalatétok ezek szerint működik. Ugyanez. Oké, köszi. Visszaadom a szót. Szuper. És egy nagy projekt. Nagy projekt. Mit csináltatok Magyarországon először? Ezt tegyük hozzá, neked lehet, hogy más elmondani, de olyasmit csináltatok, és hát ebben azért büszkén mondom, hogy mi is részesei voltunk. Egy olyan elmagazint, ami kívülbelül csillog, villog, kattintható, mozog, és mindent is csinál. Ez feltétlenül, hogy elmondod-e majd részletesebben, mert nem egy PDF lett feltöltve elmagazin címem, mint ahogy láttunk már sok mindent a webben, hanem valami egészen más. Mi ez? Honnan született? Miért született? És mit sikerült vele elérni? Ez onnan jött, hogy hát egyrészt szeretünk új dolgokat kipróbálni. Ezzel is fejlesztem magát az oldalt. A másik apropója ennek az elmagazinnak, hogy egyébként maga a korona, én azt mondanám. Ugye a koronás időszak volt az, amikor az emberek inkább bezárkóztak, kevésbé mentek el üzletbe, hirtelen megugrott az online vásárlások száma. Tavaly évben ugye az üzletek is korlátozottan voltak nyitva, sőt nagyon sok üzletet be is zártak, és mi is abban a kategóriában voltunk, hogy 3 órakor be kellett zárni az üzleteket. Az emberek nem szívesen mentek boltba, és ha mentek is, akkor
kétszer is meggondolták, hogy menjenek-e vagy nem. Uh-huh. Ez adta az egyik apropóját. Uh-huh. A másik dolog, hogy szeretünk volna egy olyan csatornát, ahol a megnövekedett online forgalommal tudunk kommunikálni a vásárlókkal, és azt a fajta üzenetet és akciót el tudjuk juttatni számukra. Az e-magazinnak egyébként maga a felépítése is úgy épült fel, vagy úgy szerettük volna eredetileg felépíteni, hogy meg tudjuk mutatni a vásárlóknak, hogy milyen új termékek jelennek meg abban az időszakban, ha már nem tud az üzletben elmenni, vagy nem szeretne elmenni az üzletben. Tehát tartalmazott egy elég erős részt, ami kizárólag az újdonságokkal, a újdonságokról szólt. És emellett egy olyan platformot szerettünk volna nekik nyújtani, ahol tényleg nem csak egy sima PDF-et látnak, hanem egyszerűen életre kell a termék, hogy forog a parfüm, kiömlik a körömlak, és hogy magának a terméknek az anyaga, az megjelenik az oldalon. Nem olyan tényleg, mint ha fizikailag bemennél egy boltba, de sokkal közelebb áll ahhoz. És az lett volna a cél az, hogy tényleg magát a vásárlást, illetve az akciós újságot azt úgy közelebb hozzuk az emberekhez. Ezzel is, meg bevalljuk őszintén, a fiatalok már nem nagyon lapozgatnak akciós újságokat. Uh-huh. Ők inkább ugye telefonon csinálnak mindent. Uh-huh. És egy olyan dolog, ami optimalizálva van telefonra, desktopra, tényleg tele van videós tartalommal, majdnem minden mozog benne, egy fiatalabb könnyebben tud ezzel azonosulni, mint egy régi lapozós papírújsággal. Igen, igen, igen. Illetve azt elfelejtettük mondani, mert nem hangsúlyoztuk ki eléggé, hogy ez egy böngészőből elérhető, ilyen lapozható magazin, tehát ez a, jól emlékszem, magazin.douglas.hu doménen. Így van. Most is megtekinthető, ugye már, ugye, van több lapszám is, ezt most úgy mondom, de itt meg tudjuk mutatni. De hogy meg lehet nézni, ugye. Igen, linket is nem sokára meg fogom mutatni, és akkor... Oké, lelőttem, bocsánat. Semmi van. Tehát miért jó e-magazint készíteni? Azért egyrészt, mert hogy sokkal fiatalabb célközönséget tudunk vele elérni, mint mondjuk egy sima újsággal, amit kiküldünk a vásárlóknak. Másrészt azért rengeteg interaktív tartalmat lehet beleépíteni, és egyszerűen más, így ki lehet tűnni a tömegből valamivel, mert hogy nem azt csinálod, mint a többiek, hanem attól eltérő dolgot. Újítóként egyébként mindig nehéz megjelenni, meg mindig nehéz ezt beépíteni az embereknek a mindennapjaiba, de szerintem egy pár év is elég sok cég fog hasonló jellegű kiadvánnyal megjelenni, mert hogy működik és jó. Sőt, jönnek majd virtuális valóság, meg egyéb dolgok, tehát hogy azért ilyen különlegességek. Hát szerintem még messze van, hogy ilyen szemüveggel szaladgáljunk az utcán, de bármi elképzelhető. Magazinban beépítve gondoltam. Egyébként magával ugye az első magazinnal tavasszal jelentünk meg, az volt az első megjelenésünk, és miután ez végigment, levontuk a következtetést, hogy mennyire is volt sikeres ez a magazin, ahogy felépítettük, látogató, forgalom szempontjából, és le kellett, hogy vonjuk a konzekvenciánkat, mert hogy viszonylag sok hibát sikerült egyébként ejteni itt az első magazinnál, amit muszáj volt kijavítanunk. Uh-huh. Szabad beszélni arról, hogy milyen hibákról? Igen, szabad. Például egy ilyen tipikus hiba volt, hogy csináltunk egy e-magazint, és nem volt benne akciós termék. Uh-huh. Tehát, hogy maga az akciós rész az kimaradt. Uh-huh. Vásárlók pedig szeretik az akciókat. Uh-huh. Raktunk bele egyébként, hát mi úgy hívjuk, hogy GVP, ilyen ajándékakció, tehát hogyha veszel valamit, akkor valami fizikai dolgot kapsz mellé ajándékba. Tehát ilyen ajánlat volt benne, de kevésbé hangsúlyos. Tehát inkább az újdonságokra, az új termékekre helyeztük a hangsúlyt, és volt benne minimális edukatív tartalom sminkeléssel kapcsolatban. És akkor a cél az volt, hogy jó, láttuk, hogy remek, de hogy eljönnek az oldalra, megnézik, viszont keves, nem annyira generálódik az a vásárlási mennyiség, amit mi szerettünk volna. Úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy jó, akkor a következő magazint, azt mindenképpen meg kell, hogy változtassuk. Uh-huh. Nagyobb fókusz kell, hogy kapjon az akciós rész. Uh-huh. És még ezen kívül más változást is eszközöltünk, de erről majd mindjárt beszélek. Uh-huh. A
magazin nyereségességéről még annyit elmondanék, hogy egyébként eléggé pluszos lett a dolog, tehát hogy a második magazin az viszonylag nagyon durrant, úgyhogy az klassz dolog hogy volt. Hogy van ebből bevétel? Hát alapvetően két típusú bevétel van. Uh-huh. Az egyik az, hogy a magazinban reklámhelyeket értékesítünk, uh-huh. illetve termék megjelenéseket értékesítünk. Uh-huh. Ez a fajta egyik bevétel. A másik bevétel pedig ugye a látogató, ami után elmegy a magazinra, rákattint a termékre, és meg tudja vásárolni. Tehát uh-huh. terméktípusú bevétel. És azért jó egy ilyen e-magazin, mert mindenhova benne vannak a megfelelő követő kódok, tudjuk uh-huh. azt, hogy a vásárló merre jár, uh-huh. melyik termékre kattintott rá, hány másodpercet töltött el a termék oldalon, bejött a webáruházba, mit csinált a webáruházba, azt a terméket vásárolta meg, más terméket vásárolt meg, az akciós oldalt nézegette, vagy inkább edukatív tartalmukra volt kíváncsi. Uh-huh. Tehát, hogy elég klassz, mert tényleg rengeteg mindent lehet utána mérni, meg heteket, hónapokat el lehet tölteni a különböző analizálással, amit majd szintén szeretnénk ugye még jobban beépíteni a következő magazinba, hogy még jobb legyen. Uh-huh. Ja, most a második magazinunk megjelent most szeptemberben, és akkor a következő majd tavasszal fog megjelenni, vagy ilyen február-március környékén, uh-huh. még pontos időpont, ez erre vonatkozóan nincs meg. Uh-huh. És van valami benchmarkolás, vagy összehasonlítás, ugye anyaország, egyéb európai ország viszonylatában máshol csinálnak ilyet, hogy magyar az sikeres lett, nem lett sikeres, alulfelül teljesített többiekhez képest? Nem mi találtuk ki ezt az e-magazint, uh-huh. be kell, hogy valljam. Ezt egy másik Douglas országtól adaptáltuk. Uh-huh. Ausztriában van hasonló. Uh-huh. Ausztriában egyébként nem annyira volt sikeres maga az oldal. Látogatószámban is kevés volt, és a vásárlót sem hozott uh-huh. relevánsat. Még azt hiszem, még egy ország megcsináltam a szájban, nem tudom melyik. Uh-huh. Uh-huh. És akkor mi ugye úgy indultunk neki, hogy nem mondanám, hogy meg volt a best practice, hogy hogy nem, mert hogy az úgy nem jó, uh-huh. És már ezen változtatni kell. Na most ehhez uh-huh. képest, hogy az első az nem sikerült nekünk se, de a második az tényleg jó lett. Mind látogatószámban, majdnem 10-szer annyi látogatót sikerült a másodikkal elérni, mint az elsővel, uh-huh. mint pedig vásárlói számba is uh-huh. hozta azt a fajta eredményt, amit elvártunk tőle. Világos. Mutatnék egy oldalt, annyi, hogy ez itt nem mozog, de ha felmentek a magazin.douglas.hu-ra, akkor meg tudjátok nézni az első meg a második kiadványunkat is, ott össze tudjátok hasonlítani, hogy milyen volt az előtte meg az utána kép, csak ez nem egy fogyókúrás. Meg a szagokat se fogjuk érezni, hát, az a koronavírus miatt van. A szagot még nem tudunk ezzel tűzeni. Pedig itt a parfümöknél nem lenne rossz egyébként, mert tényleg elég klassz illat vannak benne. Így érdekességképpen, hogy a legnépszerűbb tartalmak uh-huh. az újságban. Uh-huh. Ugye kettő olyan volt, amit szeretnék kiemelni. Egyik az akciós rész, uh-huh. annak volt a legnagyobb látogatottsága. Uh-huh. A látogatóknak a 90%-a megnézte az akciós oldalt. Uh-huh. Ráadásul az nem csak egy oldal volt, hanem kettő is. És a látogatók több, mint aki eljött az első oldalra, annak a 80%-át ment a második oldalra is. Uh-huh. Végig is nézte ezt. Illetve csináltunk egy parfüm horoszkópot benne, úgyhogy az lett a második legnépszerűbb oldal az e-magazinunkban. Úgyhogy nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy melyik csillagjegyhez milyen parfüm illik. Jó, édes Istenem, de jó. Nagyon cuki. Oké. Okay. És van még egy nagy blokkunk, ugye, hogy felépítettük ezt a mai tudásátadást, ugye a márka kommunikáció. Ugye ebben elég nagy, nem csak hazai, hanem nemzetközi tapasztalatotok is van. Ugye engem abból a szemszögből is érdekel majd, hogy mi az, amit adaptálni kell, mi az, amit ti találhattok ki, hol válnak el a dolgok. És hát akkor átadom neked a szót, hogy mesélj arról, hogy milyen megéléseitek vannak márka kommunikációban. Itt ugye nem csak fény és csillogás lesz, azt előre el lehet mondani. Tehát, hogy sikerült egy picit túltolni a szekeret egy-egy irányba, és hogy elmondtad, is. Hogy erről mesélsz majd ilyen őszintén, úgyhogy erre nagyon kíváncsiak vagyunk. Igen. Márka kommunikációt azt onnan indítanám, hogy ugye mi egy nemzetközi brand vagyunk, sok országban jelen vagyunk, ezért a német anyacégtől egy elvárás az, hogy maga a brand az egységesen jelenjen meg. De olyan szinten, ugye, hogy milyen betűtípus lehet használni, milyen színeket lehet használni,
melyek azok, amik nem, a logó hogyan ennek meg. Hát ez egy ilyen CI book, az van, hogy magát a brandet, mindez minden nagyobb cégnél van. Ezen kívül van egy közös ilyen marketing, ilyen központi agy a cégbe, ahol az összes olyan márkához kapcsolódó tartalom megjelenik. Ha megnézzük a többi országot is, adott időszakonként egyébként egységesen jelenik meg az összes Douglas ország. Nagyjából egységes a kép egy karácsonyi időszakban, egy anyák napján, egy Singles Day-en például, egy húsvétkor. Tehát ezek az olyan nemzetközi ünnepnapok, mikor ugyanúgy jelenünk meg. Vannak persze országspecifikus megjelenések, ilyen volt nekünk például a 20 éves születésnapunk, amikor ugye ettől eltérő volt az oldalnak a megjelenése, de hogy ezt úgy központilag hát nem meghatározzák, ez egy elég erős irányelv, hogy hogyan kell megjelennünk, és erre tényleg oda kell figyelni. Vannak nálunk egyébként ilyen rendszeres kólok magával a kommunikációval kapcsolatban, hogy melyek azok a best practice-ek, amik működtek, melyek azok, amik nagyobb kattintást eredményeztek, de még le tudunk egészen performance csatornáig is menni, hogy hírlevélbe, mit tudom én, Spanyolországban az ilyen meg az ilyen típusú hírlevél az nagyon jól teljesített, és akkor lehet, hogy érdemes megnézni más országban is, mert akkor azt tudjuk adaptálni, és akkor nálunk is működni fog. Magához a márka kommunikációhoz hozzátartozik az is, hogy helyileg milyen emberekkel vagyunk egyébként körülvéve, és hogy hogyan tudunk egymással dolgozni. És ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy most a Douglasnál tényleg egy nagyon jó csapat alakult ki. Megvan az egymás iránti tisztelet, és a kommunikáció, a szinergia is nagyon jó. Tehát egy nagyon hatékony most a csapat, úgyhogy ráálltunk egy olyan pályára szerintem, aminek a végkimenetele az nagyon jó lesz majd. Úgyhogy magán az, hogy milyen csatornákon kommunikálunk, ugye majdnem mindegyik social platformot egyébként használjuk, ebből egyébként, ami új, az a TikTok, azt nem régen indítottuk, de erről majd picit később beszélek. Magán a social csatornán eredetileg azt terveztük, hogy a tartalmakat az három nagy csoportra fogjuk osztani, hogy amivel meg szeretnénk ismertetni a látogatónkat. Az egyik ilyen a különböző best practice-ek és tudástípusú posztok, amiket ki szeretnénk tenni. Emellett meg szeretnénk jelenni különböző időszakokban akciós tartalmakkal, majd meg szeretnénk ismertetni a vásárlókat a megjelenő új termékekkel. Tehát az alapkoncepció az volt, hogy e szerint fogunk a Facebookon és az Instagramon például posztolni, a YouTube-on e szerint lesznek feltöltve az új anyagok. Hát ez volt a terv. És ehhez képest itt pici homokszem került a gépezetbe, mert nagyon-nagyon elment a kommunikációnk a termékbemutató irányba. Tényleg rengeteg új brandet, új márkát, új termék megjelenést sikerült kirakni az oldalunkra. Ezt annyira nem kedvelik a felhasználók, így a csatornának a látogatók elérése és lájkolók száma sem tudott olyan ütemben nőni, amilyen ütemben szerettük volna. Hiszen egy ilyen social felületen fontos az, hogy gyorsan meg tudjuk ragadni a felhasználókat, és érdekes legyen a felhasználó számára az a tartalom, amit kirakunk, és ez nem volt az. Úgyhogy ez továbbra is cél az, hogy januártól visszatérjünk arra a vágányra, amit eredetileg meghatároztunk, és hogy igenis edukatív tartalmakat fogunk a vásárlóinkkal megosztani, hogy ezzel is tudjunk nekik valami hasznos dolgot adni. Világos. Az arányait lehet tudni ennek az eltolódásnak? Ugye azt mondják, hogy az egészséges arányban ugye kevesebb, mint fele a fizetett, vagy arra irányuló termékbemutatós poszt. Nektek hová sikerült eltolni ezt az arányt? Hát nálunk a többség az fizetett egyébként, és most viszonylag kevés a kis, nagyon kicsi része az, ami úgymond érték. És honnan érkezett a nyomás, hogy ezt kell csinálni? Vagy ez így ösztönösen, organikusan?
tegyük ki ezt is, azt is, egy valamilyen terv mentén. Tehát, hogy azt kellene egy picit valahogy átadnunk, mert hát nem ti vagytok az egyetlen, aki elviszi ebbe az irányba. Mi sok ilyen elkereskedelmi oldal, social media platformján látjuk ezt, főleg Facebookon, hogy nincs meg az a kellően szórakoztató, érdekes, hasznos, edukatív tartalom, ahogy te is mondod. De nektek, hogyha tervszerűen működnek a dolgok, akkor mondhatnánk, hogy hát akkor tartjuk magunkat a tervhez. Aztán mi írja ezt felül? Forgalmi tervek? Vagy így. Pontosan az. Aládadom a választ is, de... Rátapintott el a lényegre. És kinek kell ilyenkor azt mondani, vagy hogy fogjátok ezt visszaállítani? Nem, hát ebből a szempontból szerencsések vagyunk, mert hogy ezt házon belül meg tudjuk oldani, és rendbe is tettük. Mivel nálunk az van, hogy fél évre előre van minden döntve, úgyhogy a következő lehetőség az a januártól következő időszak lesz. Ott van lehetőségünk változtatni ezeken a dolgokon. Úgyhogy a december hónap még így megy le, és akkor januártól itt szeretnénk olyan tartalmakat, amik tényleg érték a felhasználók számára. Ettől függetlenül természetesen meg fognak jelenni a különböző új termékek, hiszen tudniuk kell arról, van egy új brand, amit behozunk, egy új márka, ami megjelenik, akkor itt a márkát azt előre fel kell tudnunk építeni, hogy ez amikor bekerül az üzletbe, vagy a webáruházba, akkor ez forgalmat is tudjon generálni. Mert amúgy elég nehéz úgy eladni bármit is, ha csak berakom a webáruházba. Ha nem ismeri a felhasználó, akkor ő nem fog vásárolni belőle. Igen. Tehát meg kell ismertetnünk a vásárlókat. Igen, világos. Mindig kérdés, hogy mennyit érdemes posztolni? Heti hányszor, napi hányszor? Van valamilyen olyan tapasztalatotok, ami a jó hatékonyságot támasztja alá, vagy azt az irányt, hogy most már ezt túltoltuk, folyamatosan csökkennek az engagementek, bármi? Hát alapvetően olyan nagyon posztszámba szerintem nem változott a stratégia. Alapvetően az a Facebookon egy ilyen napi 3 poszt szokott nálunk kimenni. Attól több az... Hát egyrészt költséges is, ugye egy tartalmat generálni, persze, meg nagyon időigényes is. Ugye erre a napi 3-ra álltunk be, és azt szerint működünk. Meg ezt könnyű felosztani, mert eleve 3 olyan kategória van, amit meg szeretnénk jeleníteni. De nem kevés. Nem. De szoktunk egyébként csinálni ilyen kifejezetten olyan napokat, amikor új termékekkel ismertetjük meg az embereket, és akkor egy nap van erre például dedikálva, vagy egy nap van dedikálva, amikor kifejezetten nagyon jó akciós termékeket mutatunk be, arra is van egy külön nap dedikálva. És akkor egy idő után megszokják a vásárlók, hogy ebben az időszakban milyen típusú kommunikáció szokott jönni. És akkor erre szeretnénk ráállni, hogy nem tudom még melyik, de még legyen péntek. Pénteken mindig valami nagyon érdekes, edukatív tartalmat fog tudni megnézni az oldalunkon. Vagy kedden mindig a akciós termékekkel fog tudni találkozni. De nem biztos, hogy így napokra lesz beosztva, még itt a koncepció annyira nem alakult ki, de mentén gondolkodunk jelenleg. Világos. Oké. Okay. Ami még itt érdekesség lehet egyébként a különböző social platformokon, hogyha használjuk az összeset, és megvan, hogy ez a követő bázis, akkor életkor szerint le tudjuk bontani azt, hogy melyik platformot, milyen típusú életkorú emberek használnak. És érdekes ezt megfigyelni egyébként, hogy Facebookra indult egy elvándorlás az Instagram irányba, de az Instagramban ugye alapvetően az életkor az egy 5-10 évvel lejjebb van, mint a Facebookon, vagy a Facebookon emelkedett meg, hogy idősebb korúak is elkezdték használni. Öregszünk. A fiatalabbak ugye meg átszorultak az Instára, de mióta megjelent a TikTok, rengetegen ugye átmentek a TikTokra, ami TikTok, mikor elindult alapvetően, ugye ez a 10 évesekre volt igen, kihegyezve. Igen. Hát most volt. Viszont már az életkor, igen. Erről hiszen nem jobban tudsz beszélni, inkább feltolódott az ilyen 20. Szélesedik, igen. Napi 2 millió felhasználóval tud szélesedni. És még most a magyar felhasználók számot TikTokon? Hát a napi aktív az 2 millió körül van, 2 millió 100 000. Úgyhogy, de mi is egy hónapja, vagy pár hete indultunk el a TikTokon. Igen. Úgyhogy ambíciós tervek vannak ezzel kapcsolatosan, meglátjuk. Németországból, vagy itthonról? Többi ország egyébként már próbálkozik, tehát még mindenki abban azon a részem, ahogy próbálkozik egy TikTokkal, még itt a best practice nincs meg a TikTok kommunikációt illetően. Úgyhogy még tehát cégcsoport szinten.
így célcsoport szinten még nincs. Még mindegyik ország kísérletezik egyébként, hogy mi az, ami jó, mi az, ami működik. Világos. Van már valamilyen TikTok élményetek, amit most érdemes megosztani, mert pár hét, tehát, hogy pár hét után van-e már olyan, amit... Kifejezetten TikTokra nincs, itt a live-okkal kapcsolatban van néha egy-két baki, ami becsúszik, de szerintem mindenkivel úgy van, aki, mert ugye live-ozni is egy fél éve kezdtünk el, Facebookon és Instagramon, hogy oktató jellegű anyagokat tudjunk adni, vagy különböző új termékeket tudjunk bemutatni, és ott néha becsúszik egy-két baki, hogy eldől egy váza, vagy kameraképet nem úgy fordítjuk, ahogy kellene. De hát tanuló időszak. Szerintem ezt elnézi mindenki. Persze, nem stúdióban professzionális kamerákkal készülnek ezek a dolgok, de minden alkalommal kicsit fejlesztünk rajta, hogy ez jobb legyen, mire figyeljünk oda, és próbáljuk ezeket a hibákat kiküszöbölni. De szerintem mindegyik így működik. Abszolút, abszolút. Sőt, felmentésül nektek is, magunknak is, ugye egész délelőtt karácsonyi világítást szereltünk itt az irodában, és meg akartuk ezt a hangulatot adni nektek is, és hát itt a bal felső sarokban néhány izzó látszik körülbelül, mert ha elfordítanánk abba az irányba, akkor semmit nem lehetne belülünk látni. És itt talán a szakmai tartalom ebből a szempontból fontosabb, mint a diszkivilágításunk, szóval ez sajátossága, szerencsére megbocsátható a formátum oltárán. De azt hiszem, az így van jól. Igen, igen. Itt a célközönségről szeretnék beszélni, és hogy miért fontos az, hogy milyen célközönséged van, milyen szegmensed van egy induló webáruháznál pláne, amikor ugye elindul egy webáruház, tudni kell, hogy az a termék, ami nekem van, az kinek is lesz jó. Kinek tudok kommunikálni, hogy hány éves az én férfi vagy nő az ideális vásárlóm, vagy akinek az a termék szól, életkorban milyen, mert egy öregedésgátlót teljesen más korosztálynak fogok kommunikálni, mint a fiataloknak a pubertás elleni krémet. És más csatornán, így van. Tehát maga a célközönség meghatározása segít meghatározni azt, hogy hol és hogyan fogok kommunikálni. Illetve egyébként a hirdetések létrehozásánál is, a Facebookon is, Google-nél is meg tudom adni, hogy akkor kinek, hol, és akár lokáció szerint, hogy én csak a budapestiekre szeretnék célozni, vagy a vidékieknek. Úgy ezeket a célzásokat egyébként érdemes használni, mert... ha szűkebb célközönségre célzok, akkor relevánsabb kattintásokat kapok, és maga a kattintási költségem is olcsóbb, hiszen nem egy széles szegmenset kell megcéloznom vele. Amit már említettem, ugye a social felületeken a korosztályok ugye, hogy változnak, van egyfajta elvándorlás, és a TikTokban egyébként rengeteg potenciált látunk, mert tényleg egyrészt óriási növekedés, másrészt meg rengeteg időt töltenek el. Tehát egy TikTok felhasználó sokkal több időt tölt magán az alkalmazáson, mint mondjuk az, aki az Instagramot nézegeti. Igen, igen. Ezt hol büszkén, hol félve mondjuk, hogy az ilyen 70 perc körül van Magyarországon napi szinten. De így borzalmasan időrabló próbáltam. 8 barátok közt részt. Csak az már nincs, hogy tudom. Na, mert eredetileg úgy, hogy a TikTokon eredetileg egyperces videók is voltak maximalizálva, ugye az annyit lehetett feltölteni, de a legjobban a videók, ezek az ilyen 15 és 30 másodperc közöttiek mentek. De egyébként azért ilyen nagyon sok a megtekintés szám, mert ez ilyen rekurzívan újraindul állandóan, míg a kommenteket olvasod. És most a TikTok azt csinálta, hogy ezt az egy percet azt megnövelte 3 percre. Tehát sokkal hosszabb az a tartalom, amit ki lehet tenni. Egyébként a TikTokon is rengeteg olyan tartalom van, ami edukatív, oktatási jellegű. Nagyon érdekes volt számomra, amikor fel is találtam az appot, hogy SEO témában rengeteg anyag van fent, akkor marketing kommunikáció témában is van rengeteg anyag, és valamelyik nap volt az egyik kereskedelmi rádióban például egy burkoló, aki szintén TikTokról lesz sztár. Tehát, hogy rengeteg olyan ember tud kinőni ezen a csatornán, aki eddig úgymond ismeretlen volt. Igen. Csatornának a hátrány, hogy ez videós platform, tehát, hogy videót kell készíteni. Viszont az alkalmazás ebben elég nagy segítséget ad, hogy hogyan is tudom megcsinálni ezt a videót, hogy hogyan tudok effekteket beleépíteni, vagy ilyen alapvető videóvágásokat belerakni.
Tehát ebből a szempontból jó. Világos. És nektek most akkor ez a kísérletezés egy új útja, és látom a szenvedélyt. Így, így. Megvan. Témában. Világos. Van-e még valamilyen tudásátadási témád mára, mielőtt a Q&A részre megyünk, hogy így ütemterv szerint nagyjából haladjunk? Igen, van. Van időnk rá, tehát ahogy jeleztem az elején, hogyha picit túlnyúlunk, a közösségünk 80%-a általában tud maradni, hogyha egy picit hosszabbra nyúlik. Úgyhogy hát az előbb belaktam egy macskás képet, és úgy gondoltam, egy kutyásnak is lenni kell a prezentációba, hogy meg legyen az egyensúly. Az egyensúly. Hogy mennyire fontos maga az, hogy a vásárlókkal hogy kommunikálunk, milyen csatornán kommunikálunk, és milyen sebességgel. Ez egyrészt, nekünk vannak olyan kiemelt promócióink, mondjuk egy night shopping, amikor maga az akció időtartalma az egy 4-6 órás időintervallumra van korlátozva. Tehát, hogy tényleg egy pár óráig biztosítjuk a vásárlóknak azt a fajta diszkontot, amit mi reklámozunk. És bármilyen probléma van, mivel maga az akció időtartalma nagyon rövid, ezért elvárás az, hogy nagyon gyorsan tudjunk válaszolni és megoldani bármilyen problémát. És ez alatt az akciós időtartamok alatt egy vagy két ember mindig ül a számítógép előtt, és a vásárlók számára úgymond szapportot vagy segítséget nyújtunk, ami éppen előfordul, hogy nem találja a kuponkódot, nem tudja, hogy hova kell beírni, nem működik, olyan termékre szeretné beváltani, amire nem tudja, nem találja a törzsvásárlói kártyáját, elfelejtette a jelszavát. Tehát ezeket a problémákat tudjuk orvosolni az alatt az idő alatt, minél inkább hatékonyabban. Egyrészt ez növeli a vásárlói elégedettséget, másrészt meg abból ott rögtön forgalom generálódik, ha egy ilyen esetet megoldok. Tehát minden egyes eset az egy újabb sikeres vásárlást fog eredményezni nálunk. De ahhoz, hogy ezt ugye on-prompt lehessen dönteni, ehhez megfelelő jogköröket is kellett biztosítani az embereknek, hogy ott rögtön bizonyos összeghatárig, ha úgy van, döntést tudjon hozni, és akkor a vásárlónak ezt tudják biztosítani. De mint minden webáruház, nálunk is vannak egyébként problémás vásárlók. Ami érdekesség az, hogy van olyan problémás vásárló, így nevetek rajta, mert problémás is, meg nem is, mert minden alkalommal reklamál, de minden hónapban vásárol. Tehát, hogy megnézem a vásárlási statisztikát, akkor azt látom, hogy az elmúlt másfél évben minden hónapban vásárolt, de minden alkalommal neki kicsit ápolni kell a lelkét is ebből a szempontból. Meg ugye ez az időszak, a november-december webáruházak életében azért egy eléggé leterhelt időszak. A rendelések zöme ez alatt az időszak alatt csapódik le. Futárcégeknek is egy extra megterhelés jelent ez. Nagyon fontos, hogy tudjuk kommunikálni azt a vásárlók felé, hogy mikor kapják meg a csomagot. Szerintem az egy kiemelt dolog. Hol tudnak érdeklődni, hogy éppen hol tart, tehát egy telefonon tudjanak válaszolni. Illetve nálunk egyébként policy az, hogy bárki bármilyen e-mailt küld, arra mi válaszolunk. Tehát, hogyha van benne kérdés, akkor az meg lesz válaszolva. Rányos. Látok is előfordul már, hogy másik webáruház ügyfélszolgálatot keresték nálatok? Igen is, meg nem is. Volt olyan reklamálunk, aki felhívta az ügyfélszolgálatot egy rendelésével kapcsolatban, és szerette volna picit idegesen megtudni, hogy hol van az a rendelés, és miért nem kapta még meg. Mikor bekértük a vásárlóknak az adatait, akkor a rendelés számból már tudtuk, hogy ezt a rendelést nem nálunk adta le, hiszen nem abban a formátumban van a rendelés száma, mint a mi rendszerünk. Megkérdeztük a vásárlót, hogy mit szeretett volna kapni. Tájékoztattuk, hogy sajnos ezt a rendelést, ezt egy másik konkurens webáruházban adta le, de ha szeretné holnapra, akkor el tudjuk küldeni a terméket. És megvette. Igen. Úgyhogy ez is egy sikeres konverziót eredményezett. Customer acquisition is it best. Szuper. Úgyhogy, de egyébként nem minden problémás vásárlóthoz kell foggalkörömmel ragaszkodni, mert valamikor nincs értelme. Tehát, hogy van az a vásárló, aki sokkal több erőforrást tud elvenni, mint amennyi hozadéka van. Rágos. Jó, és akkor most tudunk áttérni a Q&A sessionre. Itt láttuk csak olyan apró betűkkel, hogy nem tudtuk volna beépíteni az előadás közben, illetve hogy ígértük,
az előadás végén tudunk ide kitérni, úgyhogy Gonda József kérdésével kezdjük. A kosár elhagyás gondot jelent a webshopban? Ha igen, milyen megoldással központilag vagy országonként különböző módon kezelitek el a kosár elhagyókat? Hát szerintem mindegyik webáruházban gondot jelent, és ha most jól tudom, ez egy ilyen magyarországi standard, hogy ilyen 60% felett van egyébként az, aki berak terméket a kosárba, de nem vásárolja meg. Biztos, hogy előtte van, igen. Valami, ez a statisztika van nálam. Hát gond, ezt egyébként többféleképpen lehet orvosolni. Az egyik az, hogy magán a termék oldalon javítunk, hogy a vásárló tényleg megkapotta minden olyan információt a termékkel kapcsolatban, ami a vásárlási döntés meghozatalához szükséges. Ilyen lehet egy elégséges termékleírás, jó minőségű termékképek, esetleg videós tartalom beépítése az oldalba. Ha ez teljesült, még kosár elhagyási hiba lehet egyébként, hogy az oldalsebessége nem megfelelő. Itt lehet javítani. Illetve van egy harmadik, hát még van még több tényező is, van egy olyan tényező, hogy árban nem vagy versenyképes. Itt nem fogunk tudni mit csinálni. Ugye az internet abból a szempontból jó, hogy az ember kettőt kattint és össze tudja hasonlítani, azt a terméket máshol mennyire tudja megvenni. Itt arra kell figyelni, hogy a beszerzési forrás, mint olyan, az egy biztonságos beszerzési forrás legyen, és hogy tényleg azt a terméket kapja meg, amit szeretne, nem csak egy hasonlót. Ami még lehet ilyenkor javítani, hogy vannak olyan webáruházak, meg vannak ilyen beépített funkciók. Hogyha az illető regisztrálta a weboldalunkra, berakta a terméket a kosárba, akkor automatikusan ki lehet neki küldeni egy levelet 4-5-6 nap után, hogy kedves XY, látjuk, hogy valamit beraktál a kosárba, de elfelejtetted megvásárolni, tudunk-e segíteni. Ha erre nem érkezik válasz, akkor mondjuk ki lehet utána küldeni egy kuponkódot, hogy segítsen a döntés meghozatalába. Ebből a szempontból jó lehet, hogy növeljük a kosár, vagy a vásárlások számát, nem is a kosár, hogy sok számát. Rágos. És ugye hát az elmúlt hónapok kétségtelen felismerés, hogy erre marketingben csökkennek a lehetőségek, de közben meg már mi is halljuk, illetve hát nálunk is van olyan elérhető technológia, amivel preventív a látogatás közbeni kosár elhagyást lehet csökkenteni, úgyhogy... iOS új verziója, nem a remarketing lehetőség csökkenésében igen, egyébként pedig ugye a preventív on-site kísérletezésekre pedig látunk startupokat, akik azzal foglalkoztak, hogy kosárelhagyást csökkentsenek, még akkor, mikor ott van. Pedig ugye az iOS verziójánál az történt, hogy az Apple automatikusan kikapcsolta, hogy a különböző programok követni tudják a felhasználót, mert azt gondolják, vagy gondolták, hogy ez egyfajta irány, hogy a felhasználó csak akkor kövessék ezek az alkalmazások, hogyha a felhasználó ezt szeretné, tehát a felhasználóknak ezt direkt be kell kapcsolni. És azt gondolta mindenki, hogy viszonylag magas felhasználó szám fogja bekapcsolni, de ettől ellentétben pár százalék. De egyébként felhasználó szemmel ez nem jó, szerintem, mert ha most én úgy indulok neki, hogy jó, akkor engem ne kövessen egy program se, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy elkereskedők sokkal többet fognak reklámra költeni, hiszen sokkal többször nem tudom, hogy kit célzok meg, ha nem tudom, hogy kit célzok meg, akkor nem célzott tartalom fog megjelenni a felhasználónál. Hát könnyen előfordul az, hogy egy 40-50 éves férfi, nem tudom, egy tampon hirdetést fog kapni, hiszen nem tudom róla, hogy férfi, nem tudom róla, hogy hány éves, tehát hogy nem célzottan fog odaítni a hírlevél. Nem csak a hírlevél, hanem minden más tartalom. Minden más hirdetés, igen. Nézzük a következő kérdést. Itt most a magazinnal kapcsolatban volt még Békési Károlytól egy kérdés. Ehhez a magazin, ez egy meglévő szolgáltatásra fizetetek elő, vagy egyedi fejlesztésű megoldás? Köszi és gratulálunk, nagyon színvonalas. Köszönjük. Szerintem ez nem titok, ez egy meglévő platform. A ReadyMag, úgy hívják magát a platformot. Ott lehet úgymond előfizetni erre a szolgáltatásra, és akkor ott lehet különböző benne lévő túlok alapján elkészíteni ezeket a magazinokat. Tehát egy ilyen basic HTML programozással ezt össze lehet rakni. Igen. Mondjuk nem akarom senki kedvét elvenni. Nem basic annyira. Nem is a basicség, hanem hogy egy ilyen 200 órás feladat körülbelül. Ugye itt sok, a ReadyMagon túlmutató rengeteg képmanipuláció, meg egyebek. Hát ami nehézség, ugye, hogy a videós tartalmakat fel kell tölteni egyrészt egy YouTube-ra, amit
ugye zártan kezelsz magát a videót, hogy ne legyen publikus, azt be kell tudni ágyazni ebbe a tartalomba. A rengeteg képanyagnak az elkészítése, az mozgásonként ugye egy-egy külön grafikon, vagy külön grafikusnak a munkája. Ugye, ha gifeket szeretnénk, tehát mozgó dolgokat elhelyezni rajta, ahhoz kell egyfajta Photoshop, vagy bármilyen fotós alkalmazás ismerete, hogy ezeket a mozgó dolgokat el tudjuk helyezni rajta. Valakinek meg kell írni azt a rengeteg szöveget, ami rajta van. Utána a termékeket fel kell tölteni a webáruházba, be kell árazni, be kell rakni a linkeket, a linkekhez meg be kell rakni a különböző UTM-eket, hogy követni is tudjam őket. Tehát, hogy ez több embernek a munkája, és így is 2 vagy 3 hónap mire egy ilyen össze. Igen, megerősíthetem. És hát még egy kérdésem magazinnal kapcsolatban, kinek és hogyan kommunikáljátok az E-magazint? Jó ez a kérdés, mert erről szeretem volna beszélni, de elfelejtettem. Szívja ezt tudta, amikor megkérdezte. Az E-magazin az első kiadását egyébként kizárólag online kommunikáltuk, és maga a kommunikáció, az kommunikáció fókuszában az volt, hogy E-magazin. És ezt hirdettük display-e hirdetéseken keresztül, social felületeken, és láttuk azt, hogy egyébként az embereket baromira nem érdekli, hogy jé, még egy akciós újság, hát senki nem fog erre kattintani. Uh-huh. Úgyhogy on the fly át is alakítottuk rögtön, amíg az elsőnél, hogy nem magát a magazint hirdetjük, hanem a magazinban lévő termékeket. Így már sikerült megsokszorozni egyébként magát a látogatószámot, de ez még mindig ugye az első kiadás volt. Uh-huh. Aztán a második kiadást ehhez képest váltottunk. A második kiadásnál érdekesség volt az, hogy abban az időszakban ünnepeltük egyébként pont a 20. évfordulónkat, uh-huh. és nagyon klassz kupon ajánlatok is voltak az újságban. És azt csináltuk a második magazinnál, hogy ezt egyrészt online és offline is reklámoztuk, tehát az üzletekben is kaptak róla értesítést, hogy van egy ilyenünk. Csináltunk szórólapot, amit elhelyeztünk a csomagokba, amit kiküldtünk a vásárlóknak. Akkor nem csak a TikTok működik, hanem még a szórólapok is. Szórólap, úgyhogy online-offline volt egyébként reklámozva, és még egy érdekesség, hogy magán az E-magazinban a kuponok, azok offline is beválthatóak voltak. Tehát egy kicsit ilyen omnichannel kommunikáció volt, hogy a boltokat is bevontuk ebbe a dologba, és gondolom egyébként ez okozta azt a hatást többszörözést, amit sikerült elérni, hogy picit kiszakadtunk ebből az online-ból, elmentünk offline-ba is, és egyben mostuk a kommunikációt, ezt az online-offline-t. És az E-magazinnak még egyébként az érdekesség az, hogyha bármi változás van, vagy gigszer, azt így rögtön meg lehet változtatni percek alatt, hiszen kiveszek egy tartalmat, berakok egy másikat, és ez bármikor módosítható, ugye ebből a szempontból jó. Tehát a gyárváltozás viszonylag könnyű érvényesíteni rajta, vagy ha egy termék kifogy a raktárból is, látjuk, hogy már nem fog beérkezni belőle, ki tudom cserélni egy másikkal. Világos. Jó, nézzük, van-e még kérdés a repertoárban. Közben, amíg megnézzük, hogy érkezik-e még, ha jól tudom, a Lamer az egyik legdrágább terméketek, valami 400-valahány ezer forint. Hát így fejből nem tudom, de igen, az egy elég erős luxus brand. Uh-huh. Egy ilyen luxus brandre lesz valamikor valamilyen kuponakció? Most a kérdést ezt szándékosan irányított, tehát hogy előfordul egyáltalán, hogy egy ilyen luxus márka ára fog a kuponokkal kommunikálni? Hát úgy direktben nem, hogy magára, erre a termékre legyen kedvezmény. Alapvetően ezeket a luxus cikkeket az olyan promóciók alól, mint mondjuk egy glamour promóció, ezeket ki is szoktuk venni. Tehát ezeket évente egyébként előfordul, hogy egyszer-kétszer vannak olyan promóciós időszakok, mikor benne hagyjuk ezeket a luxus termékeket is az akcióba, és akkor akár egy 20% kedvezmény ezekre érvényesíthető. Egyszer volt azt hiszem, hogy 30%-at is tudtunk adni ezekre. Az már 5 férfi parfüm. De érdekesség az, hogy volt olyan promóciós időszakunk egyébként, akkor 30% kedvezménnyel lehetett ezeket a termékeket is megvásárolni. Aha. Tehát, hogy nem volt kiszedve ezek a prémium termékek az akcióból. Volt egy vásárlónk 1 millió feletti rendeléssel, ő nem érvényesített kuponkódot. Tehát megtehette volna, de kihagyta. Megtehette volna, de nem tette meg. Aha.
és nem lett reklám. Tehát ha reklamált volna a vásárló utána, hogy elfelejtettem, uh-huh. akkor természetesen utólag érvényesítjük neki a kupokódot, uh-huh. de nem volt ilyen jellegű kérés. Aha, világos. Jó vevő közönségetek van. Nem tőlem, de egy Krisztián nevű nézőnktől egy kérdés, hogyha publikus, ki a legnagyobb konkurenciátok? Szerintem annyira nem titok. Tehát, hogyha ezeket a különböző analizáló szoftvereket megnézitek, amiket mutattam nektek, egy ilyen szemrest, egy SimilarWeb, akkor lehet látni azt, hogy ha az online-t nézem, akkor ugye egy Notino az nekem konkurenciának számít, egy uh-huh. makeup.hu konkurenciának számít, Marionul az konkurenciának számít. Világos. Uh-huh. Oké. Okay. Olybá tűnik, hogy nem lesz már több kérdésünk. Zsófi kollégánkra is nézek. És akkor itt lezárjuk a kérdés-felelek szekciót, és szeretném megköszönni neked, hogy ennyi mindent mondtál nekünk, és egy kicsit tovább is maradtál, mint a megbeszélt. Én köszönöm a lehetőséget. Színvonalas előadás volt. A beszélgetés formátumát egy kamerával érdekesen azért megoldottuk. A tartalom szuper volt. Ma nincs olyan meghívásunk következő webináriumra, ami a következő egy-két hétben lenne, de a szokásos csatornáinkon, hírleveleken, Facebookon, stb. Keresztül értesíteni fogunk titeket a következő eseményeinkről. Köszönjük, hogy itt voltatok. Pelle Zsófi kollégánknak köszönjük, akit a háttérben minden profin irányított, hogy vezette technikailag a webináriumot, és nektek nem különben, hogy itt voltatok. És ezúton köszönjük itt a gratulációkat is. Sziasztok! Sziasztok!